Ébül Miklós, a magyar építészet megkerülhetetlen alakja. A 19. század második felében alkotó mester már saját korában is elismert és ünnepelt alkotó volt. Elődei törekvéseit magas minőségben újító szellemiséggel szintetizáló életműve mindmáig, így az őt követő építész generációk munkáiban is tovább él. Az utókorra hagyományozott öröksége, az épületei csak úgy, mint egykori tervei, hétköznapjaink részeivé váltak, a művei között zajlik történelmünk. Alkotásai a magyar építészettörténet alapköveivé, többször műemlékekké is váltak. E benyomásaink csak erősödhetnek, amikor hatalmas, páratlan életművébe, szerencsés módon fennmaradt tervrajzaink keresztül is bepillanthatunk. A bazilika pincéjében találták meg Ébül Miklós terveit. A bazilika tervei tekercselt állapotban voltak. Ezeket a tekercseket Ébül Ervin kiteregette, jegyzékelte, és egy könyvé formálta ezt az életművet. Egy 1000 fős közvéleménykutatást végeztem. Mindenkit megkérdeztem, hogy tud-e egy ismert építészt mondani? Számomra hihetetlen volt, hogy az 1000 emberből majdnem 800-an az Ébül Miklóst említették. Hogyha valaki végignézi az életműnek csak a főműveit, akkor ezek olyan oszlopai a magyar építészet történetnek, alapépületek megalkotása fűződik a nevéhez. Élünk, és ahova nézünk, Ébül épület van. Aki nem csak egy építész volt, hanem egy országjobbító ember. És egy országjobbító ember mindenkorban mindenkinek mindig fontos, akár építész, akár bármi más. Ő zseniális, óriási életművel rendelkező építész volt. Ébül Miklós fontos közéleti szerepet játszott a kora építész szervezeteiben, és nagy ünneplésben részesítették a pályájának az 50. évfordulója alkalmából. Az egylet elindult a Dunán egy kiránduláson, és akkor, ahogy haladtak, sorra jöttek az Ébül épületek, a Várbazártól a Ferencvárosi templomig, és akkor ott megszólaltak, hogy ez az Ébül tosztja. Hát ő így beszélt. Mikor a városházáról a tervés térképtár kiköltözött a Hüvösvölgybe, akkor egyesült tulajdonképpen a teljes hagyaték, és ott történt a Hüvösvölgyben ennek az anyagnak a feldolgozása, amelyet Gerle János építészmérnök végzett az 1980-as évek első felében. Ő egy mesterséges rendszert alakított ki, amelyek tulajdonképpen a levéltári számítógépes nyilvántartás alapját képezték, és ez egész anyag felkerült a magyar levéltári poltára. Valaki otthon kíváncsi Ébül Miklós terveire, akkor megnézheti úgy a képeket, mint a hozzátartozó szövegeket is. Ébül Miklós nem zárkozott el sohasem az újításoktól. Nagyon funkcionális volt ugyanakkor azokban az épületeiben, amik vagy gazdasági célúak voltak, vagy éppen közösségi célúak, de nagyon speciálisak. Akár a kastélyoknak a melléképületeit, akár az alcsúti pálmaházat meg lehet említeni ilyen vonatkozásban, ami öntött vas üvegszerkezetű volt, akár a dobozi magtárat, ami szikár, funkcionális ipari épületként készült. Mm.
Ybl Miklós a maga korában kiemelkedő újítónak számított, és ami ennél is fontosabb, mindmáig a hazai építészeti innováció egyik éltető forrása. A Szent István Egyetem Ybl Miklós építéstudományi karának hallgatói például nem csupán az intézmény névadóját tisztelhetik benne, hanem a korszakokon átívelő mestert is. A fiatal építészek az épület makettezések készítésén keresztül is tanulmányozhatják-e munkásságot. Az így megszerzett szakmai tudás egyúttal az Ybl-féle építészeti örökség máig aktuális voltáról tanúskodik. Elmondható, a dobozi magtár ma is modellértékű. Ybl Miklós Székesfehérváron született, német eredetű családból, édesapja kereskedő volt. Először a bécsi politechnikumnak végezte el 6 osztályát, azután hazajött, és Pollák Mihálynak, a klasszicizmus egyik legnagyobb hazai mesterének az irodájában dolgozott. Először Inas, majd Legény. De tanult Münchenben is egy bő egy évet a Képzőművészeti Akadémián, és közben tudunk itáliai útjáról is. Ybl első periódusára a klasszicizmusból elinduló romantika a jellemző. Ennek a romantikus korszaknak a templomépítészetben mindenképp a főműve a Fóti plébánia templom. Ha összehasonlítjuk a későbbi templomaival, én azt gondolom, hogy ez volt a legmelegebb, legbensőségesebb, legjobban sikerült templomépülete Iblnek. Gróf Károly István Fóti birtokán grandiózus templom együttes tervezésével bízta meg Ybl Miklóst 1845-ben. A 4 tornyos, 3 hajós, monumentális építmény altemplomában található Károly István és családtagjainak sírhelye. Károlyi család tulajdonába jutott barokk eredetű kastélyt több lépésben jelentősen átalakították és kibővítették. A munkálatok tervezője Koch Henrik, híres bécsi építész, Ybl Pollák Mihály utáni mestere volt. Ybl Koch Henrik révén került kapcsolatba más főúri megbízók között a Károlyiakkal. Így az 1840-es évek átalakításait már Ybl Miklós fejezte be. A Károlyi família tagjai mindmáig itt élnek, sőt, magánkiállítást is berendeztek a patinás falak között. A Károlyi Istvánról fiatal korában készült egész alakos portré egyik részletén a kastély tervrajzát is megörökítették. Ybl Miklósnak abban, hogy a merev, ekkor már bomlásnak induló céhes rendszert ki tudja kerülni. Ehhez nyújtott segítséget az, hogy több főúri megrendelő is megbízta, nem csak vidéki, hanem aztán pest-budai megrendelésekkel, és tulajdonképpen így tudta ismerté tenni magát a fővárosban, ezekkel a palota, illetve bérház építkezésekkel, amit főúri megrendelőknek épített. Ezek a tervek Pestváros építőbizottmánya anyagában találhatók. Itt pedig Balassa professzornak a bérháza látható, amely két régi bérház átalakításával, összeépítésével jött létre, és ezt is Gottgeb Antal, a kivitelező építőmester szignálta. Ez 1862-es épület,
és Ybl mondjuk az Ungerházhoz hasonló romantikus homlokzattal látta el ezt a Bajcsy-Zsilinszky út és Lázár utca sarkán álló bérházat. Nézzük is meg akkor itt hozzá rögtön az Ungerházat, amelynek a homlokzatát, hogyha mondjuk összevetjük a ma is álló bérháznak a homlokzatával, akkor látszik, hogy a homlokzaton nem tüntetett fel Ybl minden díszt, ami aztán az épületen megvalósult, hanem azok az építkezés során kerültek rá. Nagyon érdekes a korabeli sajtó véleménye az épületről. A kortársak egy része nagyon nagy lelkesedéssel fogadta, a másik része pedig túlságosan sok stílűnek, tehát hogy egyszerre volt bizánci és mór, és ezt sokalták, de a bérlők, akik ide beköltöztek, döntöttek, már az építés időszaka alatt elkelt a bérháznak minden lakása. A 19. század derekán és első felében is már jellemző volt az, hogy a építészek építőmester vállalkozóként is építenek saját értékesítésben bérházakat, Hild Józsefre gondolunk például, vagy akár Polák Mihályra. Ilyet Ybl Miklós is csinált. De nem mindig egyedül, hanem többnyire másokkal. Ez a Degenfeld-Schomburg palotának az anyaga, amelyet egyrészt Ybl Miklós, másrészt Wexelmann Ignác kivitelező építőmester szignált, aki a Festetics palotát is aláírta. És ez az a fajta palota bérház, ahol egyszerre volt bérház is és palota is. Több nagyiparosnak, gazdag polgárnak épített művéről tudunk. Például a Ganz ház az Akadémia utcában, mint Ganz Ábrahámnak, a nagy vasgyárosnak épített, ez is ennek az épülettípusnak egyik reprezentáns példája. Ganz Ábrahám nem csak megbízója, hanem közeli barátja is volt Ybl Miklósnak. Az Akadémia utcai házat így gyakorlatilag együtt tervezhették meg. Ganz elsősorban a dekoratív vaskorlátok kialakításában vállalt oroszlán részt. A sors fintora, hogy amikor Ganz Ábrahám a kiegyezés évében vállalati és magánéleti gondokból fakadóan az öngyilkosság mellett döntött, éppen ezen a nagy műgonddal tervezett vaskorláton átvetette magát a mélybe. Ybl nem csupán tekintélyes méretű épületeket tervezett, kisebb léptékűeket is elvállalt. Nem tett különbséget kicsi és nagy feladat között. Szakmai alázata folytán a kisebb léptékű munkáin, így például a síremlékein, mauzóleumain is tapasztalható az a szellemi sűrűsödés, amely a nagyobb léptékű terveit is jellemzi. A 1860-as évek legelétől lehet számítani az ő neoreneszánsz pálfordulását. Benne volt a levegőbe, tehát a neoreneszánsz volt, ami ekkor főleg középületeken
de lakóépületeken is győzött, és a megrendelők is ezt az igényt hangsúlyozták. Ybl Miklósnak első neoreneszánsz épülete a Budai Takarékpénztár épülete a mai Clark Ádám téren, ami sajnos a II. Világháborúban szinte teljesen elpusztult, csak nagyon kis maradványai maradtak meg. A Nemzeti Múzeum mögötti téren viszont ma is álló két épület Ybl-nek ezt a stíluskorszakát jól reprezentálja. Bár az idők során a paloták utóhasznosítása olykor nagy fejtörést okozott. A főúri életforma eltűnésével a rádiós vagy egyetemi célokra való alkalmazásuk szükségképpen csak kompromisszum lehetett. A két palota közötti épület két sportlétesítmény. A festeti palotához közel álló az a Nemzeti Tornacsarnok, a mellette lévő pedig a Nemzeti Lovarda. A tornacsarnok 13 évet élt, mert a tornacsarnok helyére került a Baumgartenféle Eszterházi palota, a Nemzeti Lovarda meg a II. Világháború pusztításainak esett áldozatul. A szisztematikus lótartás Széchenyi nyomán progresszívnek számított a 19. században. Aligha véletlen, hogy a Nemzeti Lovarda mellett Ybl Miklós cifra istállót is tervezett Parádfürdőn. Az új alaprajzú nyeregtetős, favázas, kő- és tégla architektúrás épület díszes ágyszerkezetű oromzattal épült meg, cifraságával, gazdagságot és optimizmust sugározva. A cifraistálló és a parádsasvári kastély funkciójukban bár különböznek, térben és stílusban azonban közel állnak egymáshoz. Ybl kastély építészetének egyik csoportjába azok az épületei tartoznak, amikor új zöldmezzős beruházás megtervezésével bízták meg őt. A másik esetben ilyen a parádsasvári kastély is, valamilyen korábbi épületegyüttest kellett tovább építenie, átalakítania. A Károlyi kastély helyén egy fürdőépület állt, ami a parádi gyógyvizekre épült még az 1830-as években. Ezt kellett átalakítani 1881-82-ben Károlyi Györgyné Zicsi Karolina grófnő számára. Három nagyobb tömeget különített el, magát a kastélyt, egy kisebb franciás melléképületet, és a főépülettel szemben pedig egy kiszolgáló épületet. Egyrészt a Loire-menti kastélyok formálása látszik ezen az épületen, de vannak nem csak francia, hanem német és itáliai reneszánsz részletek is. Tehát itt egy teljesen más funkciójú épületből kellett egy elegáns, több épületből álló kastélyt létrehozni. A másik épület a zsombolyai Csekonics kastély, ahol a semmiből hozott létre egy olyan kastélyt, aminek a szándékolt szabálytalanságai kellett, hogy meggyőzzék arról az ide látogatót, hogy ez egy évszázadokon át épült kastély, és Csekonicsok nemzedékei alatt épült ki. Amikor a Károlyiakról mozifilm készült, Ybl Fehérvár csurgói kastélya szolgált a Vörös grófnő forgatásának vidéki színeiül. Deltói terület. Erzsébet per 2. Megint Heinrich Kohtól örökölte a munkát. Tulajdonképpen itt is, mint Fóton, a kivitelezés irányítója volt, de Koch volt a tervező. Ilyenkor borzasztó nehéz elkülöníteni, hogy helyi szinten mit dönthetett el Ybl, és mi volt az, ami már eredetileg a Koch-féle tervben benne volt. A Károlyi család mellett számos más előkelő família is megkereste Ybl Miklóst kastélyépítő megbízásaival. Ybl hajlandó és képes volt a megrendelői kéréseknek megfelelően tervezni. Ez is magyarázza épületeinek stiláris sokszínűségét. A várpalotai Zicsi Waldstein kastély 1863-ból való. Ybl azt követően kapta a megbízást, miután a korábbi épület
1860-ban leégett. Az épület napjainkban a Trianon Múzeumnak ad helyet. A bélmegyeri Benkheim vadászkastély, melyben nevelő otthon is működött, romantikus stílusú csúcsíves épület. Ibül az 1850-es években tervezte. A gazdag tagolású tömegkompozíció, 8 szögletű saroktornya két emeletes, földszintjén fakazettás mennyezetű ebédlő található. Ókígyós, zöldmezős beruházás volt, bár itt a Wenckheimeknek a környéken, Békés megyében számos birtoka volt, de itt éppen egy új alapítású kastély épült. Azt mondhatjuk, hogy a legerősebb hatás rajta a német reneszánsz, de ugyanakkor a lodzsás rész a két kiugró rizalit között a főhomlokzaton, az pedig egy olasz hatást mutat. A fő toronyhoz tapadó kis lépcsőtorony franciás jellegű, tehát a historizmusnak számos jellemvonása megvan ezen a kastélyon. Íből teljesen tisztában volt azzal, hogy egy ilyen nagyszabású kastély az valójában egy üzem, aminek nagyon jól kell működnie, ami idényben egészen nagy vendégforgalmat kellett, hogy lebonyolítson, egyébként meg szinte csak a gondokok vigyázták az épületet. Tehát ezekre mind tekintettel volt Ybl. Persze ott volt mögötte az a kastélytervezői rutin, amit még a tanuló évek alatt sajátított el. Az ezredfordulóra a tulajdonváltások miatt jó pár kastélyépület elhanyagolt állapotba már-már a pusztulás szélére került. Ilyen a gerlai Wenckheim kastély is. A kastélyt és kápolnát 1854 és 1869 között tervezte meg Ybl romantikus stílusban. Az egykor toronyórás kápolna az épület együttes közepén kapott helyet, ahová a kastélyon végigfutó folyosón is el lehet jutni. Hasonló sorsra jutott a lovasberényi Ciráki kastély is, amely egy U alakú emeletes főépületből és földszintes mellékszárnyakból áll. Ybl Miklóshoz az udvari szárnyak és a sarokpavilonok megújítása köthető 1850-ből. Vannak magukra hagyott Ybl alkotások, de szerencsére találni pozitív, a műemlékvédelmi szempontokat előtérbe helyező ellenpéldákat, még a határon túl is. 1847-ben Ybl Miklós is végzett átalakításokat a Nagy Károlyi kastélyban, de a mai középkori francia várkastélyt idéző alakját az 1893 és 1896 között Meinig Artúr építész tervei alapján folytatott átépítés során nyert el. Módszeres műemléki felújítás folyik a Füzér-Radványi Károlyi kastélyban és az azt körülvevő parkban is. Ez a kastély jelenleg az állam tulajdonában van, és a Forster Központ a vagyonkezelője. Jó néhány nagyon ismert műemléket kezelünk, és így a Radványi kastélyt is. A 1800-as évek közepén Károly István gróf azt a furcsa lépést teszi meg, hogy még életében kiadja az örökségét az ő Károlyi Ede fiának, avval, hogy a szintén később beálló öröksége terhére még pénzt is kap egy kastély felépítésére. Már Ybl Miklós az 1840-es évek óta Károly István grófnak az udvari építésze. Így logikus volt, hogy Ede őt kérje fel az itteni késő barokk kastélynak az átépítésére, egy reprezentációs helynek a megtervezésére.
egy sokkal nagyobb az eredetit elfoglaló, de egy reprezentatív keleti szárnyal az többszörösére bővítő kastélyt hoznak létre egy lodzsával, és Ybl tevékenységét egyébként máshol is fémjelző építészeti elemeknek a nagyralátó alkalmazásával. Károlyi Ede gróf jogot formált akkor több arisztokratájához hasonlóan, hogy maga is részleteiben is belemenjen abba, hogy mi épüljön az ő házaként. 1857-58-ban épül meg az a szárny, amit Ybl kezdett el tervezni, de valószínűleg a tervnek a befejezése már Károlyi Edének a nevéhez köthető inkább. A kastélyban a két világháború között egy évtizeden át luxus szálló üzemeltetésével is kísérleteztek, a hazai és nemzetközi uralkodó réteg vadász szenvedélyére alapozva. Megszállt itt többek között Jávor Pál és Henry Ford, sőt, mozifilmet is forgattak Karádi Katalin főszereplésével. Isten vele! Én még elmegyek átöltözni. Különben is nem szükséges, hogy együtt lássanak bennünket. Viszontlátásra! Viszontlátásra! Az elmúlt években Magyarországon jó néhány kiemelt jelentőségű történeti kertnél, parknál lehetőség volt egyfajta rekonstrukció megkezdésére. Ebből a sorba tartozik szerencsére a Füzéradványi Károlyi kastélynek a hatalmas tájképi kertje. Park jellegzetességeit, esetenként több kilométer hosszú nyiladékrendszereket, a parknak a vízrendszerét, a több forrását, a több patakját, a teljesen megsemmisült két tájképi tavát mind igyekszünk helyrehozni. Ybl Miklós az épületek városban vagy környezetben való elhelyezésében is azt gondolom, hogy nagyon gazdag invenciójú építésznek mutatkozott, akár a Margit-szigetnek az épület elrendezésére gondolunk. Mindig nagyon figyelt a környezetre. Jellemző rá az, hogy szimmetrikusan gondolkodott, például a Várkert bazár elrendezésénél is megfigyelhető, amikor lehetősége nyílt arra, hogy a budai várkertet egy szinte kulisszaszerű épülettel lezárja a Dunapart felé, ebből lett a Várkert bazár. Ez is mutatja, hogy ő kertépítészként, kerti épületek tervezőjeként is megállt a helyét. Ybl Miklós megelőzte a korát abban a tekintetben is, hogy komplex urbanisztikai szemlélete volt. Nem csak elszigetelt épületekben gondolkodott, hanem szervesen beleágyazta azokat a környezetükbe. Környezettervezői bravúrjai a mai építész hallgatók számára is modellértékűek. Ez a makett arra zseniálisan alkalmas, hogy éppen az aszimmetriáról lehessen beszélni. A Duna kanyarodik, és ez az egész építmény is követi a Duna vonalát, egész pontosan a korábbi beépítés vonalát, mert hogy ez egy nagyjából zárt sorú beépítésnek a kiváltása, ez az Ybl-féle épületrész. Az északi végén egy palota van, itt meg kettő, de közben törik is a Duna, és ezt nagyjából követi a Várkert bazár épülete maga is. Ybl jó érzékkel a bazárt innen indította, és Ybl nagyon megértően viselkedett a múlt emléke iránt. Például az erődítményt kísérő különböző magyar meg török falak, azok merőlegesek a Dunára, és ahol elmetszette ezeket a falakat, ott mindig kihagyta a saját építményét, a fal fölött készített egy kis boltozatot, és minden a helyén maradt. Szórakozni szeretnének ezek a fiatalok is, akikkel az Ybl Miklós téren találkoztunk. Itt nyitotta meg kapuit a Budapesti Ifjúság Kultúrparkja. Gyönyörű kilátás, hangulatos zene és vidám műsor várta a park első vendégeit.
A munkából is kivették részüket a fiatalok, talán ezért lesz egyik legkedvesebb szórakozóhelyünk Budapesten. Nagyjából az építés alatti állapotot lehet látni, amikor még nem volt visszatöltve a föld, és láthatják, hogy elképesztően gazdag a tégla architektúra, hogy erőtanilag a legjobban vegye fel a földnyomást. 80 méter hosszú lesz az előcsarnok, elég méretes, és 80 méter hosszban látszik majd többé-kevésbé ez a téglafal a maga változásaival. A vár hosszú távú fejlesztési tervének, tehát egy nagyon fontos pontja a Várkertbazár. A turisták innen fognak indulni, és az indulási pont ez a Ibl-féle hangsúly lesz. A neoreneszánsz Várkert kioszkban a közelmúltban még kaszinó is üzemelt. Eredetileg pedig a Várkert bazár szivattyúházát rejtette el ebbe a tetszetős épületbe Ibl Miklós, a gőzgépekhez tartozó kéménnyel együtt. Ez az építmény ékes szóló példája annak, hogy a funkcionalitás és az esztétikum egymást kiegészítő fogalmak. Egyikben sem szükséges engedményt tenni a másik kedvéért. Iblinek nagyon fontos szerepe volt Budapest egyes fontos tereinek a kialakításában. A Kálvin tér, vagy éppen a Clark Ádám térnek a épületei nagyrészt tőle származnak. Sajnos pont ez a két tér, ahol nagyon megritkították az ő épületeit. A Kálvin téren, a Múzeum utcai oldalon, harmadik emeleten lakott Ibl Miklós, az Üllői úti lakásából élete utolsó 20 évére ide költözött át. A Kálvin tér közepén állt a Danubius kút, ugye Fester Leónak az alkotása, aminek az építészeti részét viszont Ibl tervezte, amit később, szintén a világháború pusztítása és helyreállításai után ma az Erzsébet téren láthatunk. Ibl szerint nincsen kis munka és nagy munka, csak is munka létezik, jelző nélkül. A Gloriette eredeti helye a Városliget volt. Már az utókor találta meg a dekoratív együttes Posztumusz végleges helyét a Széchenyi hegyen. Az Ibl születésnapokon ide kiránduló építészhallgatók arról is képet kaphatnak, hogy az építészet nem csak háztervezést jelent. A tájépítészet, vagy éppen az utcabútorok kitalálása legalább olyan fontos feladat. Ez a Petőfi szobornak a talapzata, és itt vannak az alternatívák, hogy képzelte el ezt Ibl. Az ő építészeti elgondolását kivitelezte a kivitelező, és akkor van a szobrász, és van a bronzöntő. Sok-sok mester együttes munkája eredményeképpen jön létre egy szobor. A kiegyezés utáni Magyarország egyik legfontosabb építésze volt, főleg a fővárosban Ibl Miklós.
aki egyre nagyobb és fontosabb állami megbízásokat is el tudott nyerni, amik egyébként a város képben is nagyon fontos szerepet játszottak. Itt megemlíthetjük a Vámháznak a épületét a pesti rakparton, ami egy nagyon szigorúan szerkesztett, funkcionális, két udvarra szervezett, szimmetrikus nagy épület volt. Vannak ilyen kőfaragói részletrajzok is, és ezeket vitték magukkal a kőre, átszurkálták, és úgy faragták. A volt fővámház, a mai Corvinus Egyetem épülete nem csupán műépítészeti bravúr, hanem a térszervezés markáns példája is. A különböző épületrészeket belső hidak kötik össze. A szimmetrikus elrendezés ugyanis két belső udvar kialakítását tette lehetővé. A monumentális előcsarnok és díszlépcsőház kiemelkedő neoreneszánsz emlékünkké teszi az 1870 és 74 között megvalósult tégla architektúrájú kőtagozatos épületet. Inkább kultúrtörténeti talán, mint építészeti jelentőségű a régi képviselőháza, mostani olasz intézetnek a tervlapjai. És hát így nézett ki akkor az ülésterem, amit aztán Patkolnakban módosítani kellett, mert nem volt megfelelő az akusztikája. Az emeletes neoreneszánsz épületben manapság az itáliai kultúra budapesti székhelye található. Ébrül egykori képviselőháza 1866-ra készült el, de rossz akusztikája miatt a képviselők csak 1867-ben vették birtokba. Az alapvetően kastélyépítészként főúri megbízásokból dolgozó Ébrül Miklós munkásságában ezek mellett már ekkor is nagy szerepet kapott a középületek tervezése. Szintén a budapesti belvárosban található a neoreneszánsz stílusú, mai nevén Ébrül palota is. A rendezvényközpontként működő létesítmény eredetileg 1869-ben az első pesti hazai takarékpénztárnak készült. A maga korában egy polgárosodó város jelképe lett. Nagyon fontos épülete az operaház, ahol most vagyunk. Egy neoreneszánsz stílusú épület ez, ami viszont az itáliai neoreneszánszhoz kapcsolódik leginkább. A téglalaprajzú épületben a nézőtérnek az ovális nagy karéját, a előcsarnok, a főlépcsőház, a ruhatárok elrendezése, dohányzók már nem követik, hanem belesimulnak ebbe a téglalap alaprajzba. Egy nagyon szigorúan főtengelyre szervezett szimmetrikus elrendezés jellemző az opera épületére. A bécsi Asfalea cégnek a szabadalmát a világon először itt építették meg, és ez a hidraulikus fém anyagú színpad szerkezet az itt valósult meg, ami egy nagy újítás volt akkor a technika történet szempontjából. Az operaház egy igazi összművészeti alkotás, ahol Ébrülnek nagyon fontos művész munkatársai voltak az épület megalkotásában. Megemlíthetjük például a legjelentősebbet, Lotz Károlyt, aki a nézőternek a olimpuszi isteneket megjelenítő óriási mennyezet festményt festette. Mindenképp Lotz Károlyé a főszerep, de Székely Bertalan pedig már a következő korszak felé mutatott irányt. Ezen kívül szobrászok, egész hada, iparművészeti alkotások jelennek meg ezekben a terekben. Ébrül Miklós templomépítészként már a Fóti Szakrális Együttessel letette a névjegyét.
Ilyen természeti munkássága vetekedik világi építészetével. Ebből szakrális építészetében két fő vonulatot lehet elkülöníteni. Az egyik a romantikus, amit a félköríves stílus körébe lehet leginkább sorolni. Ebből mindenki leginkább a Fúti templomot ismeri. A másik pedig, ami a bazilikában fogható meg, tehát az igazi reneszánsz előképeken alapuló, centrális, alaprajzú nagy templom, ami hát az életműnek egy nagyon jelentős részét teszi ki. A romantikus, középkorias templomok közül az első az a kaplonyi templom volt, ami a Károlyi családnak az egyik temetkező helye volt. A kaplonyi templom messziről nézve egy románkori falusi templom, és ennek a rokona a Széchenyi István által megrendelt Nagycenki templom is, és ezen is az egyszerűség és a félköríves stílus elemei látszanak. Az egyszerűség itt egészen szándékos volt, a megrendelő határozott kívánsága volt, ezt levelek is bizonyítják. Az utolsó jelentős romantikus templom, ez a Kecskeméti evangélikus templom, ami izgalmas tömegkompozícióban áll össze. Ebből a centrális elhelyezésű, magas négyezetű görög kereszt alaprajzú épület díszítésénél neoromán historizáló elemeket használt. A neoromán stílus körébe lehet sorolni Ebőlnek egy nagyon nagy méretű templomát, a Bakácstéri templomot a Ferencvárosban. A Bakácstéri római katolikus templom építése 1867-ben indult meg Eből tervei alapján. Háromhajós, kereszthajós elrendezéssel, hegyes sisakban végződő toronnyal. Ennek a részletei fantasztikusan gazdagok, és bizonyos tekintetben már a gótika felé mutatnak a részletek, csak mindezt a 19. század második felébe helyezve. Az Eből-féle szakrális építészet zászlós hajója kétségkívül a pesti bazilika. Új pesti városnegyednek a plébánia templomához szolgált a Lipótvárosi plébánia templom, amit Hild József, a klasszicizmus nagy építésze kezdett el, és ő egy 9-osztatú kupolából koronázott tornyos épületet képzelt el, aminek az építése meg is indult, sőt eljutott Hild haláláig egy olyan állapotig, hogy már a kupola dobot falaszták föl. Eből átvette Hild halála után a tervezői szerepet, és ahogy átvette, egy év múlva bedőlt a kupola. A kupola 1868-as beomlása után a munkálatok több mint egy évig szüneteltek, majd a törmelék kihordása és a szükséges részek bontása egészen 1871-ig eltartott. A statikai problémák megismerése után Eből Miklós nem csupán módosított Hild József elképzelésein, hanem új terveket készített. Eből áttervezte az épületet, és itt megfigyelhetjük, hogy a klasszicista Hild-féle tervből egy neoreneszánsz épületté alakította át a bazilikát. 1875-től az 1891-ben bekövetkezett haláláig irányította az építkezést, ám nem érhette meg a bazilika felszentelését. Az épület belső és a képzőművészeti díszítő munkálatok már Kauzer József irányításával készültek el
1905-1905-1905-re. 1890 körül a királyi palotánál elindult az az óriási platónak és alépítmények az építése, ami kibővítette nyugat felé a Várhegyet, amelyre a Krisztina városi szárny nagy része ráépült. Ébül sajnos az építés közben 1891-ben, 77 éves korában meghalt, utána Hausmann Alajos műegyetemi professzor vette át a királyi vár bővítésének a feladatát. Ébül Miklós már életében ünnepelt építésznek számított, de elismertsége a halála után sem változott. 50 évvel ezelőtt hunyta le örök álomra szemeit Ébül Miklós, a jeles magyar építőművész. Nevéhez fűződik a Fóti templom, amely a kor romantikus építészetének jegyét viseli. Az olasz reneszánsz formavilágát legerősebben a budapesti Szent István bazilika tükrözi vissza. Kevés az olyan alkotó, akinek emlékét rendszerektől függetlenül minden időben ébren tartják. Megkerülhetetlennek bizonyult a hatása kortársaira és az utána jövőkre egyaránt. Legendás Ébülnek a munkabírása mindig jó csapattal dolgozott, és aztán ezek az ő irodájában működő emberek saját jogukon is elég jelentőset alkottak. Nagy stáb segítette a munkáit, hisz az ember belegondol, és a levéltárban megnézheti az ő munkáit, látja, hogy micsoda fantasztikus színvonalú terveket hagyott hátra. Hát ezt egy ember nyilvánvalóan egyedül nem tudja elvégezni. Nagy elismertsége volt, tehát ő igazán nem panaszkodhatott, hogy életében még nem volt elég elismert. ...1953-ban a minisztertanács hozta létre az Ébül Miklós díjat. Az építész díjnak a megalapításában a Magyar Építőművészek Szövetsége komoly szerepet játszott. Ez a díj végül is napjainkig építészkörökben is, és azt hiszem, hogy az egész társadalomban is a legmagasabb elismerése az építészeti tevékenységnek. Többször találkoztam azzal, hogy jeles építészeink, akik az Ébül díj alapítása után is még tevékenykedtek, nem kaptak Ébül díjat. Sikerült egy listát összeállítanunk. 2010-ben, Ébül Miklós születésnapján, április 6-án a Magyar Tudományos Akadémia felolvasótermében 17 nagyszerű magyar építésznek adhattuk át a posztumusz Ébül díjat. Egészen más tér az Ébül díj akkor, amikor ez a 17 ember is ott áll ebben a névsorban. Teljesen tisztában volt azzal, hogy mit kell egy adott épületnek tudnia, persze esztétikailag is nyújtson élményt, ha lehet legyen egyedi, de szolgálja az embereket és azt a funkciót, amire épült. És ezt az Ébül épületek szerencsére tudták, és tudják még ma is. Az Ébül Egyesület olyankor is gondozza Ébül Miklós emlékét, amikor éppen nincs kerekéfordulója. Megemlékeznek a nagy építész születéséről és haláláról, és évről évre megrendezik az Ébül Miklósról elnevezett bálokat is. Az alapszabályban célunk és feladatunk és kötelességünknél az első pontban szerepel Ébül szellemi és fizikai hagyományának, mint nemzeti kulturális örökségünknek az őrzése, továbbadása. Ébül Miklós munkássága nemzeti kincsünk, a magyar kultúra egyik csúcs teljesítménye. Dús örökségével gazdálkodni nem csak lehetőség,
hanem kötelesség is a késői utókor számára. A róla elnevezett építészeti iskolán, díjon és egyesületen kívül létrehozták a Hild Ibl alapítványt is, sőt építészként egyedülálló módon még kisbolygót is elneveztek róla csillagászaink munkássága előtt tisztelegve. Születésének bicentenáriumát kiemelt programsorozattal ünnepli az ország. Szellemi nagyságát könyvek és filmek őrzik. Örökségével azonban talán azáltal lehet a legméltóbb módon sáfárkodni, ha korszakos épületeit megóvjuk, karbantartjuk és felújítjuk, hogy hasznára és gyönyörűségére váljék az utánunk jövő nemzedékeknek is.